egy különleges világító eszközt fogunk bemutatni, amelyik látszólag áramforrás nélkül a vízen úszva képes fényt kibocsátani. Az eszköz egy hungarocellből készült csónakra helyeződött, a két pólusra, két ellentétesen kapcsolt világító dióda, LED dióda van kapcsolva. Itt van egy tárca, amelyikbe víz található. A vízbe két 9 voltos elem segítségével 18 volt feszültséget kapcsoltunk, két üres sörös dobozból készült elektróda segítségével. Hogyha ezt a fényforrást, melynek a talpán két áramszedő látható, beletesszük a vízbe, akkor attól függően, hogy milyen a porlítás itt a vízbe vezető elektródokon, ilyen irányba a piros ledég, hogyha merőleges a vízre, az elektródákra a csónakunk, akkor egyik LED sem világít, és ha még elforgatunk rajta 90 fokot, akkor viszont a zöld fényforrás világít, jelezve, hogy nem csak világításra képes, hanem még azt is tudja, hogy melyik oldalon van a telepnek a negatív polaritása. Azért ez a kísérlet arra is jó, hogyha nem is nagy mértékben, de kiderül belőle, hogy a víz vezeti az áramot, így aztán, ha lehet, akkor a fürdőkádba lehetőleg ne szállítsunk hajat. És persze, ha kivesszük a fényforrást a vízből, azért áramforrás nélkül ez sem képes világítani. A kísérlet magyarázatához vegyünk alapul egy potenciálkádat, amelyben ugye a potenciál esést szokták vizsgálni. Hogyha egy két párhuzamos elektróda között mondjuk 10 volt feszültséget kapcsolunk egy olyan 10 cm hosszúságú vízrétegre, amelybe be van vezetve ez a két elektróda, akkor centiméterenként 1 volt potenciált mérhetünk a negatív elektródához képest. Ha itt végigmérnénk műszerrel, akkor gyakorlatilag az elektródával párhuzamos ekvipotenciális felületeket kapnánk. Ha egy ilyen ekvipotenciális felületekkel jellemezhető vízbe belehelyezünk megfelelő távolságra két elektródát, akkor a két elektródán a távolságával arányos feszültségkülönbség jön létre, és ez a feszültségkülönbség, hogyha nagyobb, mint 2,3-2,4 volt, akkor képes világításra ösztökélni a ledet, vagyis eléri a LED nyitó feszültségét, így a LED az kigyullad. Az is látszik, hogy itt a levelető feszültségforrásnak van polaritása, mindig a negatív pólushoz közelebbi a negatív, és ehhez képest 2 volttal pozitívabb, nagyobb feszültség a távolabb elektróda. Ha megfordítjuk a hajót, amelyiken a ledek vannak, akkor viszont a ledek lábának a polaritása megfordul, és másik led fog kigyulladni. A ledekről tudni kell, hogy mondjuk a piros led az ábrának megfelelően akkor világít, hogyha a talpának ez a pontja pozitív, másik pontja negatív, viszont ha polaritást látunk, akkor nyilván a zöld led fog kigyulladni, ha pedig nincs potenciál ezen a két ponton, akkor egyik led sem világít.